Sziasztok! Ahogy az előző videónkban ígértük, ebben a videóban belekezdünk a vágás alapjaiba. A kát oldallal, mint gyorsvágási lehetőséggel a négy videóból álló, editet bemutató videósorozat után fogunk majd megismerkedni. Ugorjunk is át az Edit Page-re. Az Edit Page felépítését, hogyha megnézzük, itt található először is egy toolbar rész, Na most a toolbar, ahol számos panel megjelenítéséről vagy elrejtéséről dönthetünk, függően persze attól, hogy az adott munkamenetünk mit kíván meg. Szembetűnő különbség, hogy két nézőke található itt. Egyrészt a forrás nézőke, ahol a vágatlan anyagainkat tudjuk megjeleníteni. A másik a timeline nézőke, vagyis az idővonalhoz tartozó nézőke, Ugye, mint láthatjuk, hogy itt jelenleg nem található semmi, hiszen még nem hoztuk létre a timeline-unkat. Persze ezt nagyon hamar meg is fogjuk majd tenni. Ugye itt lent található a timeline maga, tulajdonképpen itt történik a vágás. A timeline fölött a vágáshoz való eszköztár található, és persze a média pool, ami lényegében hasonlóan épül fel, mint azt már a média oldal esetében bemutattuk. Most megnézzük kicsit a forrás nézőkét, és hogy mire lehet, mire érdemes használni. Ugye korábbi videónkban már létrehoztunk egy mappa szerkezetet, most mi kiválasszuk az edzés mappát, azon belül a húzóckodást, és dupla kattintással az első fájlal be is hoztuk a forrásnézőkébe. Itt a lejátszás hagyományos eszközei megtalálhatók szintúgy, ahogy már a médiába bemutattuk. Nem volt még szó azonban arról, hogy hogyan tudunk kezdő és végpontot beállítani. Ugye mire jó, és mit értünk most itt a kezdő és végpont alatt? Ugye lényegében ki akarjuk válogatni, ki akarjuk szelektálni első körben, hogy mi az, amit hasznos anyagnak tartunk ebben a klipben. rendileg azt mondhatjuk, hogy körülbelül itt található az a kezdőpont, ami már használható lesz. Itt nyomjuk meg az I gombot. Az I gombbal tehát kijelöltük a kezdőpontot. Most csináljuk meg ugyanezt a végponttal, ehhez az O gombot tudjuk használni, ami az outputra utal. Most azt mondjuk, hogy a klip hasznos részeit véget ér, tehát nyomjunk egy O gombot. Ugye láthatjuk, hogy ki van jelölve egy világosabb szürkével egy szakasz. Tehát ugye ez az input és az output közötti szakasza annak a forrásklipnek, amit eddig megjelenítettünk. Most pedig hozzuk létre a már sokat emlegetett timeline -unkat. Ehhez nyomjuk lenyomva tartva a bal egérgombot a forrásklippen, majd nemes egyszerűséggel húzzuk le az idővonalra. Voilà, létre is hoztuk az idővonalunkat. Ugye nagyon fontos, hogy a klipet, amit az idővonalra emeltünk, az a forrásklipnek az általunk kijelölt kezdő és végpontja közötti rész. Most a következőkben már a timeline-on fogunk dolgozni, és csak a timeline, vagyis az idővonal nézőkére lesz szükségünk. Most megnézzük, hogyan is tudjuk eltüntetni a most jelenleg feleslegesen itt levő forrásnézőkét. Ehhez nagyon egyszerűen kattítsunk a következő gombra. Single Viewer Mode. Mint látjuk, hogy most már csak a Timeline nézőke van elől. Állítsuk most be ezt fitre, és jelenleg tüntessük el a feleslegesen itt levő Effects Library-t, de jelen esetben a Media Pool is felesleges. Most pedig nézzünk meg pár alapvágási dolgot. Ugye hogyan is történik a lejátszás? A lejátszás történhet például. Ugye most fontos, hogy a timeline nézőként vagyunk. Szimplán a play gombbal, megállítás top gombbal. Ez persze kézre álló megtenni a space gomb segítségével. Ugye megnyomjuk a space-t, lejátszás, majd ismételten space, az pedig a megállítás. Használhatjuk a kurzorokat is. Ugye, hogyha a balra kurzort használjuk, akkor egy frémet ugrik hátra, ha pedig a jobbra mutató kurzort használjuk, akkor pedig egy frémet előre. Szintén hasznos gomb még a home gomb. Ugye a home gombbal, mint látjuk, a timeline elejére ugrik a playheadünk. A timeline nézőkébe természetesen mindig a playhead által mutatott frame jelenik meg. Hogy a timelineon tudjunk haladni, ehhez egy tetszőleges ponton nyomjuk le az egér középső gombját, majd jobbra balra húzással tudunk azon közlekedni. Most ismerkedjünk meg a misztikus JKL gombbal. Az L gomb normál sebességű lejátszást jelent. Még egyszer megnyomva kétszeres, még egyszer négyszeres, nyolcszoros, és így tovább. A J gomb visszafelé lejátszást jelent, ugye analóg módon az L gombhoz, ha még egyszer megnyomjuk kétszeres visszafelé, négyszeres, és így tovább. A K gombbal pedig bármikor megállíthatjuk. Tehát, azt mondom, hogy kétszeres előre K gomb megállás. A K lenyomva tartva plusz J egy frém előre, ez ugye a kurzornyílhoz hasonló. Majd K J, pedig egy frém vissza. A K és L gomb egyidejű lenyomvatartásával tartásával félsebességgel haladhatunk előre. A K és J gomb lenyomva tartásával pedig ezzel analóg módon de visszafelé félsebességgel. Ugye többféle billentyűparancsról, parancsról, billentyű kombinációról volt szó, JKL, Home, Space, End gombok. Na most az természetesen, hogyha nekünk nem áll kézre, ezt testre szabhatjuk. Na nézzük meg, hogyan is. Ehhez menjünk a DaVinci Resolve, majd a Keyboard Customization menüre. Itt tehát saját kényünk kedvünk szerint testre szabhatjuk a billentyű kéosztást. Az első körben bemutatott hasznos billentyű kombinációk, illetve billentyűparancsok után most nézzük meg, hogyan is tudunk zoomolni. Ugye, hogyha simán csak a görgőt használjuk, gyakorlatilag a timeline-on nem történik semmi. Persze a nézőkén a görgő továbbra is használható, pontosan úgy, ahogy azt a média videó esetében bemutattuk. De akkor hogyan is tudunk zoomolni? Ehhez lenyomva kell tartanunk a timeline-on az Alt gombot, majd görgővel rá tudunk zoomolni, illetve ki is tudunk zoomolni. Ugye tegyük fel, hogy nagyon rázumoltunk egy adott klipre valamilyen oknál fogva, és ahhoz, hogy megkíméljük magunkat a zoomolás fáradalmaitól, egyszerűen nyomjuk Shift-Z-t. Ugye Shift-Z-vel a teljes timeline történő kizumolás történik. Ez ugye mindig igazodik az aktuális timeline-unk méretéhez. Hogyha egy kétórás órás anyagról van szó, akkor a shift z parancsal a teljes kétórás órás anyag fog látszódni. Ha például megadtunk egy tetszőleges zoomot, most a példa a kedvéért zoomoljunk nagyon ki, és ugye azt mondjuk, hogy újra használjuk a full extent zoomot, ugye ezt használtuk shift plusz z-vel, majd, hogyha vissza akarunk menni, az előző tetszőleges, jól kizumolt állapotra, akkor válasszuk a custom zoomot. Lehetőség van még detail zoomra, vagy részletekbe menő zoomra, ez lényegében a playheadre közelít rá. Most kukkarcsunk rá a timeline beállítási lehetőségeire. Ehhez most kiválasszuk a timeline view options-t, és nézzük meg, hogy miket is tudunk itt beállítani. Ugye most jelen esetünkben hanganyag nincs, csak videó, így kezdjük is a videó megjelenítési beállításaival. Ugye az első lehetőség, hogy gyakorlatilag filmkocka, filmszalagszerűen jeleníti meg a klipünket, ugye azt mutatjuk, hogy ez a legerőforrás igényesebb, hiszen hogyha mondjuk van egy két órás anyagunk, és mindent így filmszalagszerűen jelenítünk meg, az azért adott esetben feleslegesen leterhelheti a rendszerünket. A következő, amit én is leggyakrabban szoktam használni, és alapból ez is volt a beállítás, ez a Thumbnail View. Így gyakorlatilag egy poszterfrémet állít be a rendszer, és ezzel könnyedén tudjuk azonosítani az adott klippet, és nem annyira erőforrás igényes, mint mondjuk az előbb bemutatott filmszalagszerű megjelenítés. A harmadik opcióval pedig sem thumbnail, sem egy szerű megjelenítés nincs, lényegében ez a legkevésbé erőforrás igényes a sávok magasságát is be tudjuk állítani, ami leginkább persze az audio esetében lehet érdekes. Most jelenleg ugye nem tartalmaz semmilyen hanganyagot az idővonalunk, ezt most gyorsan olvasoljuk is, menjünk a média poolba, jelenítsük meg a mapaszerkezetet, szerkezetet, válasszuk most, ahol biztosan van hang, a korábbi videóban már bemutatott tesztvideót, ezt most lehelyezzük, és ugye láthatjuk, hogy ez már természetesen tartalmaz hangsávot. Ugye be tudjuk állítani, hogy az audio, illetve a videó sávok számára mennyi helyet biztosítson a rendszer. Ezt most tegyük egy kicsit nagyobbra. Ennyi elég lesz, így még pont nem nyúltunk bele a timeline nézőkének a méretébe. Most menjünk vissza, tehát a Timeline View Options-be, és nézzünk rá, hogy milyen audio nézet beállítások állnak rendelkezésre. A full wave formal tulajdonképpen be tudjuk állítani azt, hogy a név az összemosódhat-e a hanghullámmal, vagy a kettő elkülönüljön, és külön része legyen tehát a hang neve, illetve maga a hanghullám. Hagyjuk most ezen a beállításon. Ezzel a beállítással lényegében meg tudjuk adni, hogy lentről Induljon a hanghullám, vagy középről és tükrözve legyen az. Ha új sávot akarunk hozzáadni, akkor a videó résznél kattintsunk jobb klikket, majd ad track. Hozzá is adta a rendszerhez az új videósávot, ugye fölé helyezte azt. Másrészt ugye csak videósávot adott hozzá, hiszen a videó részen belül kértünk új sávot. Ezt persze külön az audiósáv esetében is megtehetjük, ahol különböző beállítások közül választhatunk. Persze nem muszáj ezt külön-külön megtennünk, hogyha tudjuk előre, hogy pontosan mire van szükségünk, akkor bármelyik részen jogklikkel kattintva Add Tracks, és megadhatjuk, hogy hány darab videósávot, illetve hány darab audiósávot szeretnénk hozzáadni. Most, hogy több sávunk van, Jól látható, hogy tulajdonképpen mit is csinál, hogyha a görgőt az alt nélkül használjuk. Ugye az alta az de alt nélkül használva, tehát vertikális mozgást csinál a videósávok között. Ez persze audiósávok esetén is igaz lenne, amennyiben több sávunk lenne. Sokszor hasznos lehet, hogyha a shift gomb lenyomvatartásával húzzuk például a videó 1-esből a videó 2-es sávba ezt a klippet, Ugye ebben az esetben lényegében pontosan fölé rakta. Ugye, hogyha nem használjuk a Shift gombot, akkor nem feltétlenül rakja pontosan fölé, de ha lenyomjuk a Shift-et, akkor csak ebben a konkrét sávban tudunk mozogni. Összetette projektek esetén természetesen előfordul, hogy nem egy timeline-unk van, hanem kell még egy idővonal. Na most hogyan tudjuk ezt megtenni? Ugye, rámegyünk a Timeline View Options-re, ahol már voltunk, és itt például megjelenítjük a stacked timelines-t. láthatjuk, hogy itt megjelent, hogy timeline 1, ugye jelenleg egyetlen timelineunk van, na most, hogyha még egyet hozzá akarunk adni, akkor szimplán csak kattintsunk a plusz gombra. Ebbe a timeline-ba mi most a Balaton felvidék mappába levő videókat fogjuk berakni. Ezzel most jelenleg más nagyon nem fogunk kezdeni, de egy későbbi videó keretébe majd visszatérünk és fogunk dolgozni ezekkel is. Most térjünk is vissza az egyes timeline-ra. Ugye alapvetően a rendszer a selection módon van, ugye ezt a gombbal tudjuk elérni, amennyiben nem ezzel lennénk, és ezzel, tehát amit már előzőleg is tudtuk csinálni, tudjuk klippeinket mozgatni. A klipünk hosszát akarjuk változtatni, azt is tehát a Selection móddal tudjuk megtenni. Menjünk a klip határaihoz, majd a bal lenyomva tartásával meg tudjuk változtatni a hosszát. Mondjuk most azt, hogy kezdődjön innen a klip. Ugye, hogyha lenyomva tartjuk, látjuk egy világos szürke kerettel, hogy mik lennének a klip határai. Ugye jól látszik, hogy a végéből nem vágtunk le túl sokat. Ezt tulajdonképpen már akkor megtettük, mikor az input és az output pontokat jelöltük ki a forrás nézőkébe. Ugye láthatjuk, ha változtatjuk a méretét, akkor a klip végén egy világos zöld vonal található. Az imént említett világos szürke téglalap határait, hogyha elérjük, akkor ez a világos zöld pirosra vált. Ugye ebből tudjuk, hogy a klipnek a határánál vagyunk. Ezt most vonjuk vissza, simán Ctrl Z-vel, tehát egyelőre maradjunk annál az output pontnál, amit korábban már, tehát a többször emlegetett forrásnézőkénél kijelöltünk. Most egyelőre a teszt videót töröljük ki. Ugye nem beszéltünk még a törlésről. A törlésnek talán legkézenfekvőbb módja, ha a backspace billentyűt használjuk. Persze és nem csak backspace-szel tehetjük meg, hanem például delettel is, na most a kettő közötti különbségre hamarosan vissza fogunk térni. De még előtte, most a húzózkodás mappából mi hozzáadjuk a második videót. Na most itt érdemes megemlíteni az úgynevezett Snapping tool -t. Na most, hogyha a Snapping Tool be van kapcsolva, és most be van kapcsolva, akkor nézzük meg, mi történik. Jó szimbolizálja ezt a mágnes egyébként hogyha ezt a második klippet elkezdem közelíteni az elsőhöz, akkor egy bizonyos határ után hozzáragad. Hozzáragad, és pontos illesztést kapunk. Ugye az előbbiekben tanult módon, tehát Alt gomb tartásával most rázumolunk, és láthatjuk, hogy semmiféle black frame-et tehát nem kapunk. Na de hogyha ugyanezt tettük volna, hát most visszamegyünk, a Snapping Tool használata nélkül, akkor ugye ez nincs. És ebben az esetben megtörténhetett volna mondjuk, például, hogy létrejön egy ilyen eset, és akkor játsszuk le, persze most nem figyeljük a vágást, csak demonstráljuk a snapping tool működését, és ugye láthatjuk, hogy tulajdonképpen egy black frame-et hagytunk a rendszerbe. Ugye ez snapping túlal nem történhetett volna meg. Természetesen mind a kettő módnak megvan a helye és szerepe, mikor, melyik a kényelmesebb, mikor, melyik áll jobban rá kezünkre. Most egyelőre hagyjuk be, tehát állítsuk vissza a snapping túlt, és nézzük meg a következő fontos vágási eszközt, tehát magát a vágást, hogy hogyan történik. Ugye ez a Blade Edit mód. Ezt egyébként vagy rákattintunk, vagy B gombbal érhetjük el hogy a B a blade-re utal, most csináljunk egy körülbelüli vágást, és első körben mondjuk azt, hogy innentől van számunkra hasznos anyag, és mezei egyszerűséggel, bal klikkel vágjuk meg. Ugye tehát nem rég, és most visszatérünk a backspace és a delet közti különbségekre, a backspace-szel töröltünk. Amennyiben backspace-szel törlünk, úgy láthatjuk, hogy maradt egy jelentős felesleges hely a két klip között. Ezt most, hogyha Ctrl-Z-vel visszahozzuk, most nézzük meg, mi történik, ha ugyanezt delet gombbal tesszük meg. Lényegében ekkor a playhead igazította a klippet, tehát visszacsúsztatta egészen odáig. Ugye az előzőekben ott hagytuk ezt a felesleges black frame-et, amikor a snapping tool-t demonstráltuk, hogy hogyan működik. Most be van kapcsolva, tehát most csúsztassuk oda. Így tehát nagyon egyszerűen kiküszöböltük a felesleges black frame-et. Törölhetünk persze üres részeket is. Ugye itt a timeline elején van egy teljesen felesleges üres rész, ezt most töröljük ki. Nyomjunk delete gombot, és már meg is szabadultunk a felesleges üres résztől. Ha egy adott médiaanyagot másolni akarunk, menjünk rá a másolni kívánt médiára, nyomjuk le az altot, majd egész egyszerűen húzzuk el az egeret, majd tegyük le, ahova szeretnénk. Még két fontos dolog demonstrálásához csináljunk egy másolatot a másik klipről is, és tegyük ezt a videó kettes sávba az előző videó fölé. Kicsit vágjunk le belőle. Ugye ami fontos, ha ezt most lejátszuk, akkor látjuk, hogy a pull Labs kettes videó kerül lejátszás. Ugye azért, mert a videó kettes sáv van a videó egyes sáv fölött. Mert hogyha ezt a kettőt én most azt mondom, hogy megcserélem, a demonstráció kedvéért, hogy ebbe az esetben már a sima pull Labs videó kerül lejátszásra. Ugye ez azért van így, mert a két frame teljesen egyenlő, és gyakorlatilag a sima pull mov videó, az takarja a pull 2 mov videót. Picit ebből levágunk, és ugye látszik, és értelemszerűen, hogy amikor ez véget ér, akkor már a videó 1-es sávban levő videót játsza le, hiszen ott már nem takarja ki a videó 2-es sávban levő más tartalom. Tehát ez volt az egyik dolog, amit ezen keresztül szeretnénk bemutatni. A másik dolog, hogyha egy bizonyos timeline-szekciót akarunk törölni. Nézzük meg, hogyan tehetjük ezt meg. Ehhez most menjünk az újonnan beillesztett részek elejére, nyomjunk egy I gombot, a végén pedig egy O gombot, kattintsunk rá erre az I-vel és O-val kijelölt szakaszra, majd nyomjunk egy Delet gombot. Most láthatjuk tehát, hogy csak az input és az output közötti szakaszt törölte ki, a többit béké hagyva, és ez természetesen az input és output között levő minden anyagra vonatkozik. Tehát mindegyik sávra. Tehát adott esetben, hogyha most nekem 8 sávon van, és kijelölök egy inputtal és outputtal egy részt, akkor mind a 8 sávba levő input és output közötti részt törölni fogja. Adott esetben hasznos lehet, a Log Track, ugye hogyha a Log Track-et használjuk, Log Track-et bekapcsoljuk egész pontosan, akkor hiába akarjuk abba a sávba, mivel le van zárva, nem tudunk átrakni semmit. Picit összetettebb anyagoknál akár hasznos lehet az is, ha bizonyos időre eltüntetjük az adott sáv megjelenítését. Ugye ezt a következőképpen tudjuk megtenni. Kiválasszuk az eltüntetendő videósávot, majd Disable Video Track hogy ebben az esetben, hogyha a playheaddel del végigmegyünk ezen a részen, a timeline nézőkébe természetesen nem jelenik meg semmi. Erre most ugye nincs szükségünk, ezt kapcsoljuk vissza. Most nézzük meg az úgynevezett trim módot. Ha a trim módba akarunk átkerülni, akkor vagy megnyomjuk a T gombot, vagy kiválasszuk a trim edit módot. Na most trim edit esetében picit máshogy működnek a dolgok. Tehát láthatjuk, hogy a trim mód bekapcsolásával Tulajdonképpen a rögzítési pont körül csúsztatjuk a klipet. Itt ez akár lehet, frame pontosságú is. Most egyelőre hagyjuk így. Ugye ez vágásnál egy nagyon hasznos, időt megspóroló eszköz lehet. Most illesszük be a harmadik klipet, és nézzünk meg még egy hasznos dolgot. Váltsunk most vissza. Selection módra. És tegyük fel, hogy a klipjeink sorrendjén akarunk módosítani. Ehhez mondjuk fogjuk meg a középső klipet, nyomjuk le a Ctrl-Shift billentyűt, majd a bal egérgombot, és így gyakorlatilag tudunk a sorrenden módosítani. Tehát például azt mondjuk, hogy legyen ez az utolsó videó. Most a média vágjunk össze egy nagyon egyszerű kis anyagot. A sorrendet. Most visszaállítjuk inkább az eredetire. Először is nézzük meg az egyes videókat. Mondjuk azt, hogy ez legyen az első videó utolsó frémje, ezt most levágjuk, hogy a stepping tool be van kapcsolva. Most próbáljuk meg az, hogy a könyök behajlítottsága körülbelül legyen egyenlő mind a két klip esetébe, mondjuk próbáljuk meg ehhez használni a trimet. Ezt vágjuk le, Tehát itt most egy leengedést keressünk, mondjuk próbáljuk meg első körbe innen, így oda, nézzük meg, és akár a korábbi videóból megpróbáltunk egy leérkezést. Nézzük meg, Kulzorokat használjuk. Most nézzük meg egybe. és létre is hoztunk egy nagyon-nagyon egyszerű cutting on action típusú vágást. Első körben az edittel kapcsolatban ezeket szerettük volna bemutatni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel, tartsatok velünk a legközelebb is, sziasztok!